A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszai és a Pannon Lovas Akadémia létesítményei ennél sokkal zsúfoltabbak lesznek október 1-e és 3-a között. A tavalyi kényszerszünet után ugyanis idén már 14. alkalommal adnak helyet ezek a pályák az állattenyésztési napoknak. A nagyon várt szakmai találkozó idén a Mate udvarral is kiegészül, ahol az agrárium népszerűsítése mellett az egyetem intézeteit is megismerhetik a látogatók. A programok egy része elsősorban a szakmai közönségnek, a gazdatársadalomnak lehet majd érdekes. Azt a vidékfejlesztési fórumot emelen ki, ami a következő 7 év vidékfejlesztési forrásainak a felhasználásáról fog szólni, remélhetőleg egy pezsgő és tartalmas vitával, hiszen a beszélgetés résztvevői a vidékfejlesztési kormánybizottság tagjai, az a döntéshozó döntés előkészítő testület, amely volt kancellária miniszterekből, Lázár János Borstum Istvánból, Navracsics Tiborból és a jelenlegi agrárminiszterből áll, tehát ez egy izgalmas beszélgetésnek ígérkezik, nem csak a résztvevők személye miatt, hanem a téma miatt is, hiszen az a 4265 milliárd forint, ami a következő 7 éves ciklusban előreláthatólag a vidék fejlesztésre rendelkezésre áll, az mindenkit közvetlenül érint, és mindenki kíváncsian várja, hogy milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésre ennek a rengeteg, valóban soha korábban nem látott forrásnak a felhasználására. Az esemény beharangozó tájékoztatón elhangzott, hogy lesz nyúltenyésztési tudományos nap, baromfitenyésztési szimpózium, One Health szakmai nap, sertésegészségügyi workshop, halászati kerekasztal, juhtenyésztési konferencia, és kiemelten fontos a precíziós állattenyésztéssel foglalkozó tudományos konferencia. A precíziós mezőgazdaságnak nagyon sok eleme ismert, de elsősorban ezt a növénytermesztéssel kötik össze. Ugyanakkor az állattenyésztésben is vannak már nagyon innovatív megoldások, szinte el se lehet képzelni, hogy működik ma egy nagy tejtermelésű tehenészet, vagy egy sertéstelep, szinte teljesen automatizálva, minden informatikai háttérrel. Ez már nyilván másfajta munkaerő igényt jelent, másfajta tudást, de mindenképpen egy nagyon erős kutatási hátteret feltételez. És nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mindaz, ami a tudomány oldaláról megszületik, az alkalmazhatóvá váljon, illetve aztán lássuk, hogy ezeknek a technológiáknak milyen hatása van egyébként az állati termék minőségére mondjuk, vagy a környezetünkre. Úgyhogy ez a program ezekről a kérdésekről fog szólni. Szarvasmarhatartásban, sertés, baromfi tartásban hogyan lehet ezeket az új technológiákat alkalmazni. Hagyományosan ezen a kaposvári állattenyésztési kiállításon a hidegvérű ló, a húsmarha és a juhágazat az, ami nagyon erősen szokott bemutatkozni. Ettől függetlenül azért vannak tejelőmarhák, van kettős hasznú magyar tarka bemutató, és vannak nyúl, baromfi és vad tenyésztési bemutatók is, de a hidegvérű ló tenyésztő országos egyesület például ebben az évben itt fogja szervezni az országos kiállítását, tenyészállat bemutatóját. Ez azért egy nagy számú tenyészállat felvonultatást jelent, és nagyon impozánsak ezek a nagy testű, gyönyörű lovak, amiket be fognak mutatni, fogadban is be fogják őket mutatni, és rajtuk kívül még Szilvásváradról és Mezőhegyesről is szeretnénk elhívni az ötös fogatot, ami pedig a nyitóképnél is, meg úgy általában az ország imás szempontjából is egy nagyon fontos szimbólumnak tekinthető. A húsmarhánál 40 boxot szeretnénk megtölteni, ami azért az országos kiállítások között kiemelkedő, 7 fajtával. 50-60 kiállítót várunk a vásárra, mondta el a szervezők nevében Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó ügyvezetője. Hozzátéve, 2021-ben kiemelt szerepet kap az Agrár Felsőoktatási Intézmények gazdászversenye, melyben ezúttal a Mate kampuszai mellett Hódmezővásárhely, Mosonmagyaróvár és Debrecen versengenek a legjobbnak járó díjért. Emellett útjára indították itt is a bábolnai gazdanapokon kedvelt szakiskolai napot, melynek keretében közel 1000 középfokú agrárszakképzésben részesülő diákot várnak Kaposvárra, azzal a céllal is, hogy közülük minél többen válasszák a Mate sokoldalú agrárszakképzéseit. A közönség, legyen gazdász vagy városlakó, igazán jól szórakozhat, csak legyen ereje mindent végignézni, kipróbálni. Lovas programok közül kiemelt lesz a
egy olyan ló idomárnak a bemutatója, aki kvázi nem nyúl a lóhoz, és úgy próbálja a lovat irányítani, akkor én nagy rajongója vagyok Kassai Lajos lovasiásznak. Nagyon szeretem a lovastorna bemutatót, hiszen itt a Lovas Akadémián nagy hagyománya van. A volt is lovastornának, van is Európa bajnokunk ebben a lovas szakákban, és gyakorlatilag nagyon szeretem magát a hidegvérű lovat, és a hidegvérű fajta bemutatót is én nagyon szoktam élvezni, és ajánlom a kedves látogatóknak.